Szervusztok! 2024. február 14-e van egy szerdai nap délelőtt, vagy nem sokára dél lesz, de ami a legfontosabb, hogy ezt a napot a világ számos országában, és már nagyon régóta Magyarországon is, Valentin napként, a szeretet, illetve a szerelem napjaként éljük meg. Hallgattam reggel a rádiót, a tévét, megnéztem hírportálokat, és mindegyik arról szól, hogy mi a története a Valentin napnak, honnan indult, és hogy hová jutott, mikor érkezett el hozzánk. Nem én leszek a 217. a mai napon, aki ezt elmondom nektek, mert lényegtelennek tartom. Hát nem mindegy, hogy honnan jött. A lényeg az, hogy bár minden napnak a szeretetről, illetve akiknek szerencséjük van, annak a szerelemről kellene, hogy szóljon, de ha még van egy plusz alkalom, van egy olyan plusz dolog, amikor elmehetünk a virágárushoz. Vehetünk virágot, csokoládét, a gyerekeknek gyümölcsöt, vagy valami más apróságot. Nem kell nagy ajándék, egyik gyerek sem igényli. De ha tehetem, akkor valamilyen kis gyümölcsö valamivel meglepni, és azt mondani ma, hogy ez különleges, hiszen minden nap kaphatsz tőlem valamit, valamit, amivel kifejezem a szeretetedet, de ma a Valentin nap alkalmából teszem. És én így szeretnélek ebben a csoportban lévő már több mint 73 ezer tagot, ha úgy tetszik, követőjét, és sok százezer megtekintőjét köszönteni ezen a napon. Mert jó dolog. Jó dolog, mert a mindennapjaink teli vannak gyűlölettel, széthúzással, rajtunk múlik, hogy abból is kevesebb legyen, de ez most ez a bejelentkezés arról szól, hogy próbáljunk meg mindig, minden esetben, mondjuk nyugtató tabletták helyett ránézni egy kisgyerekre, ha férfiak vagyunk, egy gyönyörű nőre, bárkik is vagyunk azokra, akiket szeretünk. Azon gondolkodtam ma, amikor virágot mentem vásárolni, hogy micsoda szerencséjük van, milyen foglalkozás az, ahol az ember a legtöbb szeretettel találkozik. Bementem a virágboltba, láttam az a rengeteg előre elkészített gyönyörű virágot, csokrot, kaspót, mindent, és arra gondoltam, hogy milyen szerencsés a virágos. Nem csak ma Valentin napon, lehet, hogy ma sokkal többen jönnek hozzá, de igazából aki a virágároshoz megy, általában, az azt jelenti, hogy valakinek valamiért ki akarja fejezni a szeretetét. Tehát a vásárló, aki hozzá nap mint nap, a hét, az év bármelyik napján bejön, ő belőle árad az aurájából, a kisugárzásából, az atmoszférájából, amit behoz, abból árad a jó dolog. Hogy ő szeret valakit, most éppen gondol valakire, teljesen mindegy, hogy névnapja, születésnapja, házassági évfordulója van, vagy a csak úgy feliratot is hozzáteszi a virághoz, de árad belőle, hogy valakinek ma ő örömet szeretne okozni. Ennyi szeretettel, ennyi boldogsággal, úgy átgondolva más foglalkozási ágban dolgozó szerintem nem találkozik. Úgyhogy mától kezdve irigylem a virágárusokat. Irigylem, mert bár szoktunk vinni virágot olyan eseményre is, ami szomorú, de azt most hagyjuk ki. Ma Valentin nap van. És a virágok többségét olyan minket körülvevő csodálatos üzletekben, standokon tudjuk megvenni, kertészetekben, ahol amikor oda megyünk, akkor sugárzunk, mert valakinek örömet akarunk okozni, valaki felé ki akarjuk fejezni a szeretetünket, és nyilván azért, mert attól a valakitől szeretetet várunk. Arról is mennek az elemzések, hogy akkor ez most a szerelmesek napja, Valentin nap, vagy a szeretet napja, én azt szágabb körbe gondolkodom. Nagy mázista, aki szerelmes és aki szeretve van szerelemmel. Nagy mázista. De nem vagyok én mázista, amikor ma gondolhattam pluszban, mint minden percben egyébként, a két gyönyörű unokámra, akik komoly férfiak, 5 és 6 évesek, szívem szerint ebbe a bejelentkezésben most itt ülnének a nyakamba, szoktak ott ülni, mind a ketten elférnek, vagy a két ölembe, de hát szigorúak a szüleik, és ezt nem engedik meg a számomra. De hát az én esetemben
ők rettentő a világot jelentik. A világot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a nap a szeretet és a szerelem napja. Mindig nézzük meg, hogy mi az a legnagyobb halmaz, ami a legjobb. És szerintem az. És minden napnak erről kellene szólni, de nem baj, ha van egy nevesített nap is. Ha van egy nevesített nap, és azt mi is megünnepeljük, hiszen egy üzenetet küld el. És különösen szerencsések azok, akik ma találkoznak azzal, akiket nagyon szeretnek, vagy akivel éppen szerelmesek, vagy esetleg csak szerelmesek voltak. Mert van annak egy üzenete, hogy ma kikkel találkozol. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, mert ennek a bejelentkezésnek valóban csak ez volt a célja. Valóban ez, hogy kifejezzem irányatokba, hogy az az erő, amivel ezen az oldalon hosszú évek óta megpróbálok az emberekre egyfajta szemüveget feladni, az a szemüveg nem csak arról szól, hogy tanuld meg megérteni a politikát, tanuld meg megérteni a körülötted lévő társadalmat, tanuld meg megérteni a jogot, amely az emberi jogaidat kifejezi, de van egy olyan emberi jogod, amit soha senki semmilyen módon nem kérdőjelezhet meg, és nem vehet el tőled, szerethetsz nagyon sokakat. És minél többeket szeretsz, annál gazdagabb a szereteted, nem fogy el. A szeretet nem egy torta, amit szétdarabolsz, és akkor egyre kisebb jut. Az végtelen. Az olyan végtelen, mint a táguló világrendszer. Szeressél, és addig érdemes élned, amíg te is szeretve vagy. Köszönöm, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra. Ebbe a csodálatos városba vagyok, Budapesten. Nem véletlenül most kijöttem a Dunapartra, és ezt az üzenetet innen küldöm nektek. További szép napot kívánok, sok fantasztikus találkozást, és virágot, csokoládét, vagy például egy finom étket, amit annak főztök, legyen az gyerek vagy felnőtt, akik úgy gondoljátok, hogy fel akarjátok hívni a figyelmet arra, hogy mindig is szeretlek titeket, de ma még ennek az ünnepe is van. A szeretet ünnepe, a szerelem ünnepe. Vigyázzatok magatokra. Szervusztok!